Nagyon-nagyon nagy szükségem lenne a figyelmetekre. Menni fog? Igen. Jó. Akkor meg tudnátok-e nekem mondani? Olyan ügyesen szoktatok rajzorán festeni, hogy amikor Endre bácsi azt mondja, hogy a vastagabb ecsetet vedd elő, akkor melyik ecsetet veszitek elő? Az ajtó felülit, vagy az ablak felülit? Az ajtó felülit. Erre gondoltál? Jó. Vajon melyik szallag keskenyebb? A zöld, vagy a piros? Tessék? A zöld. Mindenkinek ez a véleménye? Zöld a keskenyebb? Hasonlítsuk össze. Különféle összehasonlítások segítségével értelmezhetjük a különféle viszonyokat. E viszonyszavak nem értése sokszor akadályozza a szöveges feladatok megoldását, a problémák felfogását. Ezekre a viszonyokra a következő időszakban összeadást és kivonást fognak építeni. És vajon ez az idegen szavak szótára, vagy ez a szóbúvár? A vastagabb könyv. Tessék? Az idegen szavak szótára. Melyik az? Ez a vastagabb. Jó. Mit gondoltok, melyik könyv kötéséhez kellene több csomagoló papír? A vastagabbhoz? Nem. Ha miért? Pedig ez a vastagabb. De ez szélesebb, mint az a... Igen. És amikor kiterítem a papírt, akkor melyik a... Erre kerül több papír. Jó, ki is próbálhatjuk majd egyszer, jó? Tudtok ti gyerekek a fületekkel is figyelni? Igen. Hanyadik ütés a hangosabb? Rendben? Értitek a feladatot? Szerintem csukott szemmel könnyebb fülelni. Mehet? A harmadik. Mondd ki a mondatot. A harmadik volt a leghangosabb. A harmadik volt a leghangosabb. Esetleg annyira tudtok figyelni, hogy ha nem egy hangos ütés van, hanem több, azt is meg tudjátok jegyezni? Mondja, Gerda. És a tizedik volt a leghangosabb. Na most annyira edzésben van a fületek, hogy merek más játékot is mondani. Van itt két edény. Igen. Szerinted ez a melyik a két több víz? Ebbe. Azt mondod, hogy ebbe? Te mit mondod? Ebbe. Hogy lehet neki próbálni, hogy kinek van igaza? Hogy beleöntjük azt a vizet. Igen? Melyikbe tanácsos beleönteni? Amiről azt gondoljuk, hogy? Több. Hogy több? Kevesebb. Kevesebb? Én csak megismétlem, amit mondasz. Neked kell dönteni. Na, tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy ebbe az edénybe több folyadék fér, mint ebbe. Jó. Na hát, gyere, légy szíves. Föl lehet állni. Jó, törzsd vele. Azt mondod, hogy ez a több? És akkor... Jó, azt mondja, hogy ez a több. Tessék? Melyiknél fogy több az üvegből? Melyiknél fogy több az üvegből, de akkor ezt vissza kell öntenünk, de most már ez nagyon nehéz lenne, mert nincs. Már első osztályban hozzá lehet szoktatni a gyerekeket ahhoz, hogy megpróbálják igazolni a gondolataikat, sejtéseiket. Amit maguk hajthatnak végre, az válik valóban a sajátjukká. Gyere, itt töltsük a... Gyere! Áttölti. Na most mi történik akkor, ha ebbe fér a több? Akkor mi fog történni itt? Mi lesz itt? Mi fog folyni? Na gyere! Ebbe fér a több. Melyikbe? Ebbe fér a több? Honnan tudjuk, hogy ebbe fér a több? Milyen? De honnan látjuk most, hogy kinek lett igaza? Hát, honnan lehet ezt? Mondja, tipp. Na! Onnan, hogy ezt teleraktuk, igen? És ezt átöntöttük ebből, és ez nincs tele. Nincs tele, hát még fér oda még. Igen, jó. Hát akkor nézzük, hogy mi lesz a következő játék. Úgy gyorsan menjél helyre.
most is el kell dönteni, hogy melyik edénybe került több víz. Nagyon figyeljetek! Jó. A kicsik összehasonlítás alapján értelmezik az összeadást. Érdemes megfigyelni, hogy milyen nehéz szavakba önteni a már szépen formálódó gondolatokat is, megkeresni a tömör matematikai kifejezéseket a látványhoz, az átélt történéshez. A tanítónak nem az a dolga, hogy a gyerekek szájába adja a kész mondatokat, hanem hogy segítse, pontosabbá tegye saját gondolataik megfogalmazását. Na, melyik edénybe került több víz? Ha! Onnan hogy a másik poharat, a másik a kicsibe, már nem öntöttél, és tovább öntötted a nagy. Nagy, el tudjuk játszani, gyerekek? Ki emlékszik arra, hogy két kézzel hányszor töltöttem vizet? Ki emlékszik rá? Emlékszel rá? Tessék. Na, játsszuk el, jó? Eljátsszuk? Egyszerre töltsük meg. Egy, kettő, három, négy, tedd hátrahozt a kezedet, és a másikban még mennyit töltöttem? Öt, hat. Mennyi, hány pohár víz került ebbe az edénybe? Négy, és ide mennyi került? Hat. Azt is meg tudod mondani nekem számtanjelven, hogy került ez oda? Tessék? Hat. Vigyázz! Négy. Itt pedig? Hat. Négy meg hat. Négy. Vigyázz! Csak erre vagyok kíváncsi. Tessék? Négy. Négy meg hat. Négy meg kettő, az ugyanannyi, mint hat. Egyet értetek? Jó. Mit tegyek, hogy ebbe is négy legyen? Mit tegyek? Tessék! Ki kell venni belőle két pohár. Két pohár. Jó, figyelj! El tudjátok mondani számtanjelven, hogy lett itt négy? Andris! 6-ból 2, nagyon ügyesek vagytok.